A forgalomban való részvételünk alapfeltétele, hogy járművünk megfeleljen a műszaki és biztonsági előírásoknak. Azonban nem csak autónk állapota, hanem cselekedeteink is befolyásolják a közút biztonságát. A gépjármű vezetőknél a első és legfontosabb, ugye elinduláskor mindig meg kell győzni a gépjármű műszaki állapotáról, hogy a közúti közlekedésre alkalmas-e. Ezt egy nap csak egyszer kell megtenni az első elinduláskor. Ez gyakorlatilag azt takarja, hogy meg kell nézni a gumiabroncsok állapotát, légnyomás legalábbi szemrevételezéssel megfelelő-e, a fényjelző, irányjelző berendezések működéséről, és ezt követően, hogyha ezek megfelelnek, akkor lehet részt venni a közúti forgalomba. Ami fontos, a megfelelő üléses pozíció felvétele, főleg ez akkor, hogyha esetleg egy családon belül egy gépkocsit többen is használnak, hiszen nagyon fontos az, hogy a pedálokat megfelelően tudja működtetni, elérje a kormányt is. Amit tapasztalunk, hogy nagyon sok esetben járművezetők, és most se nemet, se korcsoportot szándékosan nem mondok, úgy vezetnek, hogy gyakorlatilag rajta feküdnek a kormányon, ebből kifolyólag a megfelelő kormány mozdulatokat nem tudják elvégezni. Ami fontos járművezetéskor még, hogy távolra kell nézni, hiszen ami a gépjármű előtt ott van, azt már gyakorlatilag a sebességből kifolyólag is már nem tudjuk elkerülni. Ha mindig távolra 40, 50, 60, 100 méterre nézünk előre, és ott érzékeljük, hogy valami probléma van vagy akadály, akkor arra föl tudunk időben készülni. Fontos a jármű kormányának a biztonságos fogása is, illetve kezelése.